Napot! Legyenek szívesek, jó? Másodfokú viharjelzés van, érkezik a vihar várhatóan ezért. Az idő napos, a viharjelző azonban veszélyre figyelmezteti a fürdőzőket, de ezt sokan nem veszik figyelembe. Úgy látszik, hogy jön a vihar, másodfokú viharjelzést mutat ugye a tóbíró közön. Ezek a felvételek tavaly augusztusban készültek. A vihar szinte egyik pillanatról a másikra érkezett meg a tóhoz, és ez elég gyakran fordul elő ebben a térségben. Bemutatónak indult, mégis éles bevetés lett belőle. A hónap közepén beborult a Velencei tóba egy vitorlás. A hajót és annak vezetőjét a vízi rendőrök segítették partra. Ez a fiúcska egy vitorlás versenyző, aki meg volt beszélve, hogy bele fog borulni egy vitorlással a vízbe, de hát ez a vitorlás ez olyan hajó volt, amiben ő is a mai napon ült először. Az elmúlt két hónapban háromszor kellett az egyenruhásoknak hasonló szituációban helytállniuk. Ez a szám ugyan kevesebb az elmúlt év hasonló időszakához képest, de az időjárás sem annyira szélsőséges, mint akkor. A cél természetesen ebben a szezonban is az, hogy senki se kerüljön bajba. Találkoztunk már olyan emberrel is, aki másodfokban arra nem volt hajlandó, hogy beszálljon a hajóba, szinte erőszakkal kellett őt kimenteni. Mondják, hogy 40 éve, meg 25 éve ide járnak, minden nap átúszszák a tavat. Egyszer nem ér át az ember a túlsó partra, az már bőven elég. A vízirendészeti feladatokat hosszú évek óta egy összeszokott csapat látja el a Velencei tónál. Ezen a nyáron azonban új kollégával egészült ki a csoport. Juhász Krisztián ez idáig is a rendőrségen dolgozott, de mindvégig abban reménykedett, hogy egyszer helye lesz a motorcsónakos osztálynál. Ha csúnyán mondom, akkor ilyen kialásos alapon működik, hogy az egyik kollega nyugdíjba ment, a másik meg magasabb beosztásba jutott. Csak egymásra számíthatunk, szóval négyen vagyunk itt ezen a vízőrsön, és itt éjjel-nappal, hogyha bárkinek bármi szüksége van, vagy menteni kell, vagy esetleg mi kerülünk bajba, akkor csak a társaink tudnak kimenteni, mert előfordulhat ilyen is. Keményebb munka, mint a szárazföld. Sokkal többet kell itt dolgozni, és nagyobb beleadással, és ezt tapasztaltam a többieken. Próbáltam ezt hasonlítani, mint a szárazföld, de hát nem, az égésföld. Ez teljesen más ez a munka. Ez másról szól. Miről? Hát a mentésről, a fizikumról, az időjárásról, a hajóról, természetről, másképp közelítjük meg az állampolgárokat. A Gártonyi Rendőrkapitányság minden nyáron megerősített szolgálattal dolgozik egészen augusztus végéig. Összesen 30-al lesznek többen, mint a téli időszakban. De nem csak a vízi rendőrökre hárul ezekben a hónapokban nagy feladat, hanem a kapitányság összes egyenruhására. A járőrök kiemelt figyelmet fordítanak a bűn és baleset megelőzésre, és a bűncselekmények felderítése érdekében egy nyomozó osztállyal is kiegészülnek. Hogyha az állampolgárok biztonságérzetéről vagy az ide látogatók biztonságérzetéről beszélünk, akkor egyrészt a bűncselekmények számának visszaszorítása, az elkövetők felderítése, másrészt viszont legalább ugyanilyen fontos a közlekedés rendészeti feladatok ellátása, hiszen a közlekedési balesetek visszaszorítása társadalmi érdek. Egyetlen egy súlyos vagy halálos sérülésre járó közlekedési baleset is sok. Ennek érdekében folyamatosan működtetni fogjuk a sebességellenőrző készüléket, a megállni, várakozni tilos, előzés, elsőbség, kanyarodás szabályaira is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. Az idei szezonban először a Fejér megyei rendőrfőkapitányság látja el a több éve működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság elnöki teendőit. A cél a Balaton és a Velencei tó mellett működő rendőrségek munkájának összehangolása. A négy megyének együtt kell működjön mindenféleképpen. Természetesen ki a saját illetékességi területén továbbiakban is önálló hatáskörrel rendelkezik, de ez a koordinációs testület lehetőséget ad arra, hogy bizonyos adhok feladatok esetén, újonnan jelentkező problémák esetén át tudjunk csoportosítani adott esetben akár erőket, személyi állomány tekintetében, akár bevont eszközök tekintetében is. A bizottság működésének első havi tapasztalatai azt mutatják, hogy a Velencei tópartján csökkent a bűncselekmények és a balesetek száma. A balatoni régióval együtt azonban több autót loptak el, és több garázdaság is történt, mint tavaly júniusban.